agrári családból jöttem, Rimaszunkból. Úgy hittak, hogy Rendő Ludovika. Rendő. Jó nehéz. A szülei vándorszínészek voltak. Augusztus 3-án a Nemzet Csalogánya című darabbal indították a Kultudvar utolsó havi programsorozatát a Vármegyeházán. Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas színésznő 2020-ban írta meg Blaha Lujza naplója alapján a darabot, amit most a Tolnai megyeszékhelyen is bemutattak. Azt mondják, hogy az íróknak nagyon-nagyon fontos dolog, két dolog fontos, a pénz meg a dátum, tehát hogy muszáj megírni. Én nekem volt egy, hát ez még a pandémia előtt volt, és ez szegény mostoha sorsú ez a darab, mert március 12-én volt egy főpróbánk, és 13-án lett volna a premierünk, és akkor kitört a pandémia, és mindent leállítottak, úgyhogy bennmaradt ez a történet. De előtte viszont egy hónappal előtte volt egy premierem a Turaiba, ami egy egészen más volt a Gershwin dalokból. Tehát én nem tudtam, gondoltam, hogy meg tudom csinálni, hogy azt a Gershwin, steppelek, énekelek, táncolok, aztán hazamegyek, és majd megírom a blahol, ez nem ment. Megvolt a premier, és másnap nekifogtam, és minden ment. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy gyakorlatilag két hét alatt megírtam én ezt, összeraktam, hiszen a napló az alapja mindennek, tehát abból kellett dolgoznom, aztán, hogy raktam össze a szituációkat meg, hogy mikor, melyik részt hova tettem pontosan, meg hogy adta magát ez az egész történet, az kellett kitalálni, de valahogy az is olyan természetesen ment. Tehát én nem mondom, hogy ezt megszenvedtem, és még most is formálom és alakítom, mert ez a mai, ez a Szekszárdi, ez az ötödik előadás. Tulajdonképpen az egy év alatt négyszer tudtam lejátszani, aztán megint kitört a pandémia, és úgyhogy gyakorlatilag nem voltam ezzel színpadon. 10 hónappal ezelőtt voltam utoljára, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. Még fiatal színésznő koromban tanultam vidéken, hogy amikor az ember a színpadi ruhájába öltözködik, akkor valamit biztos, hogy fordítva kell fölvenni, akkor nagyon fog tetszeni. Aztán, hogy a gyertyájánál a világét se engedje megnyitani más gyertyáját, mert akkor belesül a szerepébe. Aztán az is van, hogy ha kilépek az öltözőből, akkor úgy kell azt intézni, hogy az ember kisfiúval vagy férfi emberrel találkozom, akkor nagyon fog tetszeni. Aztán varni vagy vágni, ha már rajtam a ruha, nem engedek világét se, mert vagy bevarjuk a szerencséket, vagy elvárjuk. Régóta kacirkodtam én ezzel a Blaha Lujza naplójával, már voltak azért előtanulmányok, de azt mondja a Biblia, meg én mondom a színpadon, hogy mindennek rendelt ideje van, és akkor eljött az ideje, hogy egyszer csak éreztem, hogy ebből kellene valamit csinálni. Nem tudtam pontosan még, hogy hogyan, de nem akartam egyedül, mert az olyan monológszerű, az nagyon megterhelő, és nagyon olyan, hogy mondjam, akkor nem lehet egy szituációt létrehozni, és van nekem egy nagyon-nagyon kedves kolléganőm, a Nyírő Bea, aki rendező is, színésznő is, és régóta együtt dolgozunk, és rá gondoltam, hogy akkor ő mint mindenes, ilyen, ugye régen a nagy színésznőknél volt egy bejárónő, aki ott is lakott, és vezette a háztartást, és öltöztette, és egyáltalán gondját viselte az egész háznak, és akkor úgy írtam meg, hogy készül egy premierre, méghozzá olyan premierre, amit én magam is játszottam, a Sári Bírónak a premierjére. Ezt én Sopronban játszottam, tehát ez volt az a bizonyos közös pont Blaha Lujzával, hogy én is játszottam, és ő mutatta be 1909-ben, és a premier napjára tettük, mert az egy olyan időpont a színészek életében, amikor nagyon izgatottak, és nagyon sok minden följön bennük. És erre fűztem föl tulajdonképpen egy délutánnak, meg egy estének a története. Tehát két rész, és akkor abban mindent bele lehetett fűzni, amit én fontosnak gondolok, hogy az emberek ma tudjanak Blaha Lujzáról, hogy ne csak egy tér legyen, Blaha Lujza tér, és hanem tudják, hogy ki ez a kis csuda asszony, már a harang is megszólalt, ugye, aki olyan sokat tett a magyar nyelvért, és olyan annyira szerettem a hazáját, és a Nemzet Csalogánya volt. Tehát ezt másnak nem adatott meg, hogy ő legyen a Nemzet Csalogánya. Piros, 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 háromszor is piros, piros bortasz üvegbe. Csinos, 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 háromszor is csinos, csinos lányt az ölembe. Gömbölyük itt karja,
a vállamat takarja, megölelném, te nem akarja. Ő a korának a zenés színésznője volt. Abban a korban a népszínű volt a zenés darab, a zenés műfaj, és ezt kifejezetten, mintha neki találták volna ki. Tehát ő neki írtak a szerzők darabokat, az ő nótáin keresztül tanult meg egy csomó németajkú ember beszélni, és átcsábította a német színházból a magyar színházba, a népszínházba és a nemzeti színházba az embereket. Tehát azért fontos róla beszélni, mert ma úgy érzem, hogy igenis nagyon, nagyon fontos a hazáról, az Istenről, a családról és a tisztességről beszélni. Őneki ez a három dolog volt az életében. Ugye egyfolytában harangoznak, ő mielőtt színpadra lépett, mindig keresztet vetett, egy mélyen vallásos ember volt. Csábították ki külföldre, mert egy unikum volt, úgy énekelt. Szerintem a hangja volt az ő különlegessége. Tehát sajnos én nem hallottam őt énekelni, pedig talán maradt valami utána, majd meg fogom az archívumban keresni, de hogy úgy énekelt, ahogy senki más. Tehát elbűvölt mindenkit, legyen az főúri ember, kanonok, Munkácsi Mihály, Jókai Mór, csodájára jártak. Hogy mi lehet a titka ennek az asszonynak? Nyilván ez, hogy olyan hittel, olyan tisztasággal, olyan hivatástudattal művelte ezt az egészet, és úgy szeretett énekelni, és a magyar nyelvet úgy szerette, és a hazáját, hogy ő lett a nemzetnek a csalogánya. Művésznő a házi szegények és a nyomorba jutott színészek utolsó mencsvára. Ahogy mondod. Képzeld, azt álmodtam, hogy a Cserebogár nótát éneklem Tamásival. Ez volt a bemutatkozásom a Nemzeti Színházban. A tündérlak magyar hangban. 21 éves voltam. Azt látod, 21! Abban lehet példakép igenis, hogy hogyan kell élni, és hogyan kell tisztességesen élni, és hogyan kell szeretni, hogyan kell adni. Úgy szerette az embereket, ő rengeteg pénzt keresett, és rengeteg felé hívták az országba, a világon, és olyan szegény volt mindig, mert mindenit odaadta. Ő nem értett ezekhez a dolgokhoz, hogy milyen váltót kell aláírni, ő csak segíteni akart, aztán utána elúszott a háza, el kellett adni ezt, el kellett adni azt. Mondjuk három férje volt, ez nagyon érdekes dolog. És hogy mit taníthat ez a darab a nézők számára? Ez a kis asszonyka, ez a kis Plaháné, ez arra is figyelmeztet minket, hogy becsüljük meg, ahova születtünk.